Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja a 16, 19, 25, 31 és 41 méteres rövid hullám. Archívum. Podcast sorozatunkban a Szabad Európa rádió archívumából válogatunk. A müncheni szerkesztőség időtálló korábbi műsorait hallgathatják meg. Az adás felvételének hangminősége változó, ezen lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk javítani. Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja. Kellemes rádiózást a Szabad Európával! Most meghallgathatják a Szabad Európa rádió 1975. május 7-én sugárzott adását. Műsor Mindszenty József bíboros herceg prímás emlékére. Készítette Ölvedi János és Csonka Emil. 1975. május 6-án, kedden, a kora délutáni órákban fájdalmas hír járta be a világot, meghalt Mindszenty bíboros. A világ valamennyi rádióállomása, valamennyi televíziós adás még aznap a híren túl beiktatta műsorába a magyar bíborosról szóló megemlékezést. Másnap a világlapok külön kommentárokban és életrajzokban ismertették az elhunyt egyházfő pályafutását és életművét. Mindszenty József, Magyarország egykori prímása, az egyház bíborosa és mártírja, a magyar nép kiemelkedő nagy alakja örökre lehunta szemét. A magyarságon kívül halottjának tekinti a római egyház és az egész hívő világ. Nem csak a katolikusok, nem csak a keresztények, de azok is, akik felekezeten kívül élnek. Tisztelettel hajtják meg fejüket a halott bíboros emléke előtt, mert Mindszenty József az emberi jogok és a közszabadságok védője és szimbóluma volt. És halottjának tekinti Ausztria egyháza és hívő népe, mert Bécsben hunyt el, és temetéséről Bécs bíboros érseke, Franz König kardinális gondoskodik. Péntektől kezdve a bécsi Stefánsdomban, a Szent István katedrálisban ravatolozzák fel, és megkezdődik a gyászolók utolsó menete a nagyhalott előtt. Másnap, szombat déli 12 órakor König bíboros mond rekviemet magyar bíboros társáért a papság és a hívek jelenlétében. Mindszenty temetése jövő héten lesz, csütörtökön. Nem Bécsben, hanem saját végső kérése és rendelkezése szerint olyan helyen, amelynek évszázados magyar vonatkozása van, a híres kegyhelyen, Máriacellben. Csütörtökön délelőtt 11 órakor rekviemet mondanak Mindszentyért abban a templomban, amelyet magyar oltárok díszítenek, pontban déli 12 órakor pedig megkezdődik a temetési szertartás. Mindszenty bíboros már életében történelmi alakká emelkedett. Miben állt nagysága, miben nyilvánult meg jelleme és egyénisége? Hallgassák meg kommentárunkat. Fekete Kuti László beszél. Ritka az olyan történelmi személyiség, akinek életét, művét, emberi nagyságát egy szóval ki lehet fejezni. Mindszenty József bíboros ilyen kristálytiszta egyéniség volt, korunk nagy tanúja. A tanú megingathatatlanul hisz eszméiben, azokhoz test és lelki megpróbáltatása közepette hű marad, egyéni élete háttérbe szorul, teljesen felolvad az eszme szolgálatában. A keresztény hit üdvözítő ereje és a magyar nemzet történeti hivatása az a két eszme, amely Mindszenty bíboros életét áthatotta. A két eszme elválaszthatatlan egységbe olvad. Soha egy pillanatnyi kétség sem merült fel, hogy köztük ellentét, szolgálatukban lelkismereti konfliktus támadhatna. Ezért nem ismert megalkuvást és taktikázást a nácizmussal és a kommunizmussal szemben, amely a magyarságot keresztény hitétől és nemzeti büszkeségétől akarta megfosztani, idegen világi hatalmak és egy istentelen ideológia szolgálatában. És ezért látott a volt hercegprímás, külföldre érkezte után, minden másnál méltóbb hivatást a szórvány világmagyarság látogatásában, hitének, nemzeti tudatának ébredtartásában. Mindszenty gondolatvilágában a keresztény hit
és a magyar nemzet minden hétköznapi toldaléktól, sallangtól megtisztítva lényegi tisztaságában élt. Csak így tudott ennyire álhatatosan, megingathatatlanul ragaszkodni hozzájuk. A magyar bíboros tetteit, magatartásának indítékait nem lehet a napi politika és diplomácia hagyományos mércéivel megközelíteni. Csak a tanú lélektanából érthető meg. A tanút a világ elismerése nem hajtja, nem is befolyásolja. Jutalmát más síkon találja meg. Nem igyekszik sem az ellenség, sem a barát kedvében járni, nem fél más lenni. Mindszenti aszkéta volt a materializmus korában. Rendíthetetlenül hívő a kételyek világában. Hajthatatlan a megalkuvók, konokul következetes az alkalmazkodók közepette. Nem bántotta és nem zavarta, hogy akadtak, akik ezt anakronizmusnak tartották. A tanú nagy gondviselés adta ajándéka, hogy fizikai és lelki fájdalmait hitének ereje el tudja nyomni. Azokat a kínzásokat, amelyeket Mindszentinek az ávó kezében el kellett szenvednie, még nála robusztusabb alkat sem tudta volna elviselni a hit ereje nélkül. És a legnagyobb lelki megpróbáltatások közepette sem érzett személyi gyűlöletet, haragot, vagy akár csak sértődöttséget. Az általa helytelennek vagy tévesnek tartott intézkedésekről habozás nélkül elmondta véleményét, de érzelmi egyensúlya egy pillanatra sem ingott meg. Egy pillanatra sem volt rezignált, megtört ember, mint ahogy azt sokan hinni szerették volna. Mindszenti a tanú életútja egyenes, egyszerű, világos. De bonyolult korunk, bonyolult embere nehezen tud már az egyszerű dolgokban eligazodni. Mindszentit ezért nem csak ellenfelei, de tisztelői is sokszor félreértették. Egyesek rebelisnek mondották, holott pillanatra sem lázadt az egyházi tekintély ellen. Bármint szabad ember, félelem nélkül elmondta véleményét az egyházi hatóság világi, politikai döntéseiről. Mások a kommunista ellenes harc jelkép alakjának tették meg, holott egyéniségétől teljesen távol állott egy ilyen negatív előjelű beállítottság. Ő pozitív eszmékért, hitéért és nemzetéért harcolt. Valami vagy valaki ellen csak annyiban lépett föl, amennyiben eszméit veszélyeztették. Mindszenty József még életében történeti alakká emelkedett. Nem csak szűk nemzeti, de egyetemes világméretekben is. Ezért elkerülhetetlen, hogy tetteit a kortársak és a történelem ne a szokásos eszközeikkel, a siker vagy sikertelenség mércéjével, a pillanatnyi érzelem és ideológia, vagy az utólagos tapasztalatok fényében mérjék. Én ma feladatomnak nem ezt tekintettem, hanem a tanúságtételt, hazánk és korunk nagy tanúja, Mindszenty József mellett. Megemlékező kommentárt hallottak Mindszenty bíborosról. A magyar nép középkorú és idősebb rétegei átélték Mindszenty József életművének jelentős szakaszait, szinte részei voltak az egyház és a bíboros drámájának és küzdelmének. A fiatalabb nemzedékek előtt azonban talán ismeretlen élete. Vázoljuk fel ezért Mindszenty József hősies életének fontosabb állomásait. Mindszenty József 1892. március 29-én született a Vas megyei Mindszenten. Szülei földművelők voltak, apja Pém János, anyja Kovács Borbála. József fiúk a szombathelyi Premontrei gimnáziumba iratkozott be, ott érettségizett, és az érettségi előtt eldöntötte, hogy a papi hivatást választja. Vas megyében volt káplán, majd plébános felső pagykösségben. Az 1919-es kommunizmus idején letartóztatták. A 20-as években Mikes János szombathelyi püspök zalaegerszegi apát plébánossá nevezte ki. Mindszenty József több évtizeden át sokat tett Zala megye fejlesztéséért, iskolákat, templomokat épített, nyomdát létesített, kifejlesztette a katolikus sajtót, megszervezte a leány és legény egyleteket és a kórházi szolgálatot. 1944. március 3-án veszprémi püspökké nevezték ki, Serédi Justinián prímás március 15-én szentelte püspökké. Ez év júniusában, amikor a sztójai kormány gettóba vitte a zsidó állampolgárokat,
Mindszenti vezetésével a magyar püspökök tiltakoztak. 1944 őszén pedig a nyilas keresztes kormány idején Mindszentit letartóztatták, mert egy memorandumban, amelyet a püspökök aláírtak, az immáron értelmetlen és kilátástalan harc és a vele járó szenvedések megszüntetését követelte. 1945. szeptember 16-án 12. Pius pápa esztergomi érsekké és Magyarország prímásává nevezte ki Mindszenti Józsefet. Magyarország ekkor már szovjet megszállás alatt volt, Rákosi Mátyás gépezete megindult a vallás ellen, és Mindszenti bíboros teljes erkölcsi erejével síkra szállt a katolikus egyház és a keresztény egyházak védelmében. Főpásztori harcot folytatott a hitoktatás és az egyházi iskolák, általában az emberi jogok fenntartására. A kormányzat rendőri szervei 1948. december 26-án letartóztatták, és prímási székházából a rendőrség Andrássy út 60 alatti hírhedt házába hurcolták. 1949. február 8-án világra szóló kirakatperben hamis vádak alapján életfogytiglani börtönre ítélték. 1956. október 30-án a forradalomban újjálakult magyar honvéd hadsereg kötelékei kiszabadították és diadalmenetben vitték Budapestre. Mindszenti bíboros első rádióbeszédében kijelentette, megbocsát minden ellenfelének. Egyben kívánta az egyház jogainak és oktatóintézményeinek helyreállítását. November 4-én a budapesti amerikai követség menedékjogot adott a magyar prímásnak. A világ közvéleménye ezekben az években, kirakatpere és az 56-os események idején az emberi jogok és szabadságjogok bajnokának tekintette, és azóta is tekinti. 1971. szeptember végén Mindszenti Józsefet számüzetésbe kényszerítették. Néhány hétig a Vatikánban lakott, de 1971. október 23-án Bécsbe repült, és azóta ott élt a Történelmi Magyar Papnevelő Intézet a Pázmaneum falai között. Az azóta eltelt 3 évben végig látogatta a világ magyarjait. 1974. februárjában 6. Pál pápa az esztergomi prímási széket megüresedettnek nyilvánította. Mindszentit az angol parlament, mint az emberi jogok európai bajnokát ünnepelte. 1974-ben pedig az Egyesült Államok nagyvárosaiban fogadták magyarok és amerikaiak. 1974-ben több mint 10 nyelven megjelentek emlékiratai. Mindszenti bíboros élete utolsó pillanatáig tevékeny volt, végezte papi feladatait, és egy nagy magyar egyház történeten dolgozott. Hallottuk az életrajzban, hogy a magyar egyház fejének családi neve eredetileg Pém volt. A család évszázadok óta élt Magyarországon, ősei küzdöttek a török ellen, és Zrínyi várjobbágyai voltak. A magyar főpap nevét azért változtatta meg Mindszentire, mert tiltakozni akart a hitleri birodalom elnémetesítő törekvései ellen. Szülőfaluja nevét választotta, a vasmegyei Mindszent adta új nevét, amelyen megismerte a világ. A világ, ez a szó legszorosabb értelmében a nagyvilág. Mert 1971 őszétől kezdve, amikor számüzetésbe kényszerült, az aggasztján bíboros még beutazta mind az 5 földrészt, meglátogatta a világ magyarjait. Bejárta az európai országokat, meglátogatta Kanadát és az Egyesült Államokat, a múlt év végén Ausztráliát és Új-Zélandot kereste fel, és csak nemrégiben fejezte be venezuelai és kolumbiai útját. Most pünköstkor az európai Károly díjjal akarták kitüntetni Nürnbergben, tavasszal várta őt Franciaország és a skandináv államok, a következő ősszel pedig Brazília és Argentína magyarjai. A nagyvilág vándora volt a bíboros az utolsó években, és most ragadjunk ki néhány mondatot egy megható imából, amit Mindszenti egyik vándorútján mondott tavaly nyáron Kaliforniában, Los Angelesben, az ottani magyarok Szent István templomában. Hívők ezrei előtt misézve magyar fogadalmi imát mondott Mindszenti József. Fogadom neked, Istenem, bárhova vessen sorsom, szélese világnak bármelyik zugába, Los Angelesbe vagy Melbournebe, élni és halni hazámnak akarok,
úgy áldjon vagy verjen sors keze, minden magyar kétes testvérednek akarok tekinteni, ki hozzám a legközelebb áll. Tehetségemhez képest egész életemen segíteni és támogatni akarom őket. Megfogadom ezt szent percekben, hogy haragot nem tartok, rosszat honfitársaimról nem mondok, s ha hibázott, megbocsátok neki, és segíteni javulni óhajtó szándékában. Magyarok nagyasszonya, segíts abban a törekvésben, hogy méltó tagja lehessek Mária birodalmának. Segíts meg Istenem, hogy magyar becsülettel tarthassam meg fogadásomat. Amen. Így imádkozott a most kedden elhunyt magyar főpásztor csak nem egy évvel ezelőtt a Csendes óceán partján, a Los Angeles-i magyarok plébánia templomában hívei ezrei előtt. Most, amikor halálhíre berobbant a világba, rövid órák alatt a földkerekség minden fontos politikai központjában és egyházi székhelyén megemlékeztek nagy egyéniségéről. Gerald Ford, amerikai elnök, megindultan és nagy elismeréssel beszélt Mindszenty Józsefről. Megvolt benne, mondotta az elnök, az az elszántság, amely mindig és mindenütt szembeszáll a zsarnoksággal. Mindszenty bíboros, folytatta az amerikai elnök, nem csak a magyaroknak jelentett ösztönző erőt, nem csak népének, amelyet rendületlenül szolgált és szeretett. A magyar bíboros megihlette és lelkesítette mindazokat, akik tisztelik az erkölcsi tisztaságot, az igazságosságot és az akaraterőt. És végül az amerikai elnök megállapította, a magyar bíboros nagy áldozatot hozott a szabadságért, és ezzel, valamint mély hitével, példát mutatott az egész világnak. Hasonló szellemben és hasonló szavakkal szólt az elhunyt bíborosról a világ számos más politikai és egyházi tekintélye. De lássuk most, mi történt Rómában. Hogyan fogadta Mindszenty József halálhírét az örök város, az Urbs, ahol 1946 kora tavaszán Mindszenty Józsefet 12. Pius pápa kardinálissá avatta, s átadta neki a mártíromság jelképét, a bíborosi kalapot. Római tudósítónk jelentkezik. A Szent Péter templom örömteli légkörét, amelyet szinte foghatóvá tett a tavaszi nap beáramló ragyogó fénye, tegnap az általános pápai kihallgatáson némileg beárnyékolt, a háttérbe szorította a szomorú megrendülést. 6. pápa ugyanis az elhunyt Mindszenty bíborosról való megemlékezéssel kezdte, a sok ezernyi hívőhöz és zarándokhoz intézett beszédét. Udobjálni a bára iniszió napin kontra abdi, tulajdonatá di tristezza. Di tristezza anche se per noi cristiani la morte debba essere piuttosto come l'inizio di una nuova, della vera vita. Di tristezza perché la morte è venuta ora a spegnere sulla terra una fiamma che ha illuminato della sua luce questi ultimi decenni della vita della Chiesa. Voi sapete, è il caro e venerato cardinale Giuseppe Mindszenty. A szomorúság jegyében kell megkezdenünk mai találkozónkat, mondotta a pápa. A szomorúság jegyében még akkor is, ha nekünk keresztényeknek a halál inkább az új, az igazi élet kezdetének kell, hogy tűnjék. A szomorúság jegyében, mert a halál most olyan lángot oltott ki a földön, amely ragyogó fényével bevilágította az egyház útjának eme utolsó évtizedeit. Tegnap Bécsben, 83 éves korában elhunyt a szeretett és tisztelt Mindszenty József bíboros, volt esztergomi érsek és Magyarország volt prímása. A pápa ezután a bevezetés után elmondta a híveknek, hogy azelőtt a műtét előtt, amelynek alá kellett magát vetnie, jó kívánságait és áldását küldte a bíborosnak. Majd a következő szavakkal emlékezett meg az elhunyt magyar főpásztor egyéniségéről. Mindszenty bíboros páratlan, égőhitű, önérzetes,
és abban, ami számára kötelességnek és jognak tűnt, rendíthetetlen papi és lelkipásztori egyéniség volt. A gondviselés úgy rendelkezett, hogy egyik főszereplőjeként élte át nemes országában az egyház ezeresztendős fennállásának egyik legnehezebb és legbonyolultabb korszakát. Az ellentmondás jele volt, és biztosan az lesz továbbra is, folytatta a pápa, amint hogy tisztelet tárgya volt, és erőszakos támadások olyan bánásmód szenvedő alanya, amely fájdalmas megrendüléssel töltötte el a közvéleményt, főként pedig a katolikus világot, és amely nem tímélte sem felszentelt személyét, sem pedig szabadságát. Ha majd lecsillapszik azoknak a szenvedélyeknek a kavargása, és elhall azoknak a vitáknak a visszhangja, amelyeket gyakran meggyötört és megtörhetetlen életének egyes epizódjai váltottak ki, teljesebben kiegyensúlyozott és tárgyilagos ítéletet tud majd mondani róla a történelem, és meg fogja adni személyének azt a helyet, amely megilleti. Hatodik Pál megindultan emlékezett vissza arra a találkozóra, amely 1971. szeptemberében zajlott le az Örökvárosban közötte és a magyar bíboros között, és akkori összeölelkezésüket az egyház ölelkezésének nevezte. A pápai beszéd mindenti bíborosra vonatkozó része a következő mondattal fejeződött be. Az egyház most velünk együtt imádkozik. Erős és megkínzott szelleme nyugalmáért Istenben. Magyarországért, amely nekünk nem kevésbé szeretett, mint neki volt, a hit, az igazságosság és a világbéke jótékony diadaláért. Ezt a Szentpéter bazilikában lezajlott ünnepélyes megemlékezést három pápai részvédtávirat követte. Az első olasz nyelvű Trália kardinális a bíborosi testület dékánja kapta. A második német nyelvű König bíboros Bécs érseke, ahol a magyar bíboros élete utolsó esztendeit töltötte és ahol meghalt. Végül pedig a latin nyelvű harmadikat Lékai László püspök kapta, annak az esztergomi egyházmegyének apostoli kormányzója, amelynek Vincenci bíboros 29 éven keresztül volt érseke. Bojtár Istvánt hallották Rómából. A Szabad Európa Rádió 1975. május 7-én sugárzott műsorát hallották Vincenti József, bíboros herceg prímás emlékére. Készítette Ölvedi János és Csonka Emil. Az eredeti felvételt az Országos Széchenyi Könyvtár történeti fénykép és interjútára őrzi és bocsátotta rendelkezésünkre.